Szeretettel köszöntök még egyszer minden egybegyültet, minden Szentivánit, Vörösvárit, Csolymárit, és aki közelről és távolról idejött a májusfa állításra. Lehet látni, hogy az idei májusfa állítás pillanat alatt ment, nem kellett már hozzá balta se, semmiféle szerszám, a fiúk már tudják a méretet, pillanatok alatt felállítják. Nagyon érdekes apropója is van ennek a mai napnak, mégpedig az, hogy március 15-én még téli kabátban jártunk, fél méteres hóban, most itt vagyunk április végén, és nyári este van, és be kell pótolnunk azt, amit március 15-én nem sikerült véghez vinni. Ez pedig a Piliszentivánért emlékérem átadása. Már is megkérem Pénzes Gábor polgármester urat, hogy legyen szíves az emlékérmet átadni. Köszöntök mindenkit, de mielőtt még erre sor kerülne, engedjék meg, hogy fölkérjem azt a fiatalembert, aki az emlékérmet kapó szeméről talán a legtöbbet tudja. Ez nem más, mint Klencsák István, a táncsoport oszlopos tagja. Megkérem Istvánt, hogy mondja el méltató beszédét. Egy, kettő. Tisztelt hölgyeim, uraim, tisztelt ünneplő közönség! Az elmúlt években sokan vehették át ezen az ünnepen a Szent Ivánért érdemérem megtisztelő kitüntetést. Ezért nagy öröm számomra, hogy annak a táncsoportnak a vezetőjét köszönhetem, amelyiknek én is kezdetektől fogva tagja vagyok. Radler Henriett 1971. június 22-én született törzsgyökeres Szent Iváni szülők gyermekeként. Az óvodát és az iskolát Piliszent Ivánon végezte el. 89-ben a Dallosida Ipari Szakmunkás Képző Intézetben végzett fodrászként. Egy évig egy körúti üzletben dolgozott, majd 1990-ben otthon megnyitotta a fodrászüzletét, ahol a mai napig is dolgozik. 89-ben kezdett el táncolni Pilisvörösváron, Venczli Józsefnél. Itt ismerkedett meg Gyarmati Zoltánnal, akivel 95-ben házasságot kötöttek. 94-ben egyik alapító tagja volt a Piliszentiváni Német Nemzetiségi Táncsoportnak. Itt már nem csak táncolt, koreográfiákat is készített. Lustige Polkaparti, Muzik Más, Am Donau Strand. 96-ban az Országos Nemzetiségi Néptáncversenyen 6. helyezést ért el a csoport a Henny által koreografált Farsang Temetés című számmal, amelyet helyi gyűjtésből készítette el. 96-tól 6 éven át az óvodásoknak tanított német táncokat. Közülük néhányan mostanra már a felnőtt csoportban táncolnak. 2000 óta a tánccsoport vezetője, 2010-11-ben az iskola tánccsoportját is vezette. Az mindig komoly elismerést vált ki a jó érzésű emberekből, ha valaki munka mellett, családanyaként, időt, fáradtságot nem kímélve, töretlenül egy közösségért szervező munkát végez. A falu színvonalas szórakoztatásához járul hozzá azzal, hogy ünnepeinken magyarországi, illetve külföldi táncegyütteseket felkéri közös szereplésre, jó kapcsolatokat, már-már barátságot építve ki velük. Elvitathatatlanul egyedüli érdeme, hogy a társcsoport majd 20 éve együtt van. Jó példát mutatva ezzel a fiatalabbaknak, mert minden kis közösség hozzá tud tenni a nemzetiségi öntudat fejlesztéséhez, nemzetiségi értékek fenntartásához, megőrzéséhez. Henny fiatal korának megfelelően ambiciózus, tele van tervekkel, energiával, személyében biztosítva van a társcsoport fejlődése, az utánpótlás kinevelése, a színvonalas munka folytatása. Köszönjük a sok éves munkát, amit Szent Iván hírnevének öregbítéséért tett. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk. Köszönöm szépen! Azt szokták mondani, hogy jó kívánság sosem jöhet későn. Hát a március 15-e már elmúlt. Ez a határozat, amely alapján Radler Henriett a Piliszent Ivánért emlékérmet kapta, vagy kapja, ez a március 6-ai testületülésen született meg,
egyhangú döntéssel a képviselőtestület részéről. És én most arra kérném Radler Henriettet, hogy szíveskedjék ide jönni, átvenni. Azoknak is, akik jelöltek, meg mindenkinek, aki a faluból is azért sokat hozzátett, és el szeretném mondani, hogy ez nem csak az egyedül az én érdemem, mert ugye nincs csoportvezető tánccsoport nélkül. Maradjál még itt. Egyeim és uraim, azt hiszem, hogy az elmúlt 21 néhány év, amit a csoport, amikor még Vörösváron voltak, és aztán átjöttek Szent Ivánra, hogy folytassák ezt a hagyományőrző munkájukat, néptáncot, amelynek repertoáriában nem csak a nemzetiségi táncok vannak, hanem a magyarok és más etnikai csoportoknak a darabja is szerepelnek a repertoárban. Tette és teszi színessé, hogy ennek a kevés tagú tánccsoportnak ilyen elismerő munkája van, amelyet nem csak Szent Iván és környékén ismernek a településeken, hanem valóban országhatárokon kívül, partnerközségünkben, Németország Mártól igazban is, de ismerik Franciaországban, Németország több városában őket, mert már megjárták az elmúlt 21 néhány év alatt ezeket a városokat. Még egyszer, képviselőtestületünk minden tagja nevében, jegyző úr nevében is, és talán azt hiszem, hogy az egész község nevében is szívből gratulálok Radler Henriettnek ez a kitüntetéshez, és arra kérem, hogy további ilyen odaadással segítse a tánccsoport munkáját. Jó egészséget kívánok, és további sikereket, Henri! Ezután az ünnepélyes aktus, az ünnepélyes pillanatok után pedig átadhatják magukat a szórakozásnak, mert készültünk a mai délutánra. A Piliszent Iváni tánccsoport mellett, akiket már régóta ismerünk, egy új tánccsoport is fellép itt ma a Szent Iváni főtéren. Nem hinném, hogy a nevüket sokan hallották. Úgy hívják a csapatot, hogy Paradance Company. Kerekesek a táncparketten. A 2012-es év szeptemberében 12 tánckedvelő barát gondolt egy nagyot, és életre hívta a Paradance Company-t, egy kerekes-székes emberekből álló tánccsoportot. Nem csak azért alapították, hogy maguk szórakozzanak, illetve szórakoztassanak másokat, a közönséget, hanem céljuk a társadalom tudatformálása is, hogy a fogyatékossággal élő embereket elfogadják. A Paradance Company tagsága 13 fő, közöttük jelenleg 10 aktív táncos található. A csapat minden szempontból nagyon sokrétű. Vannak olyanok, akik baleseti sérültek, vannak születéstől fogyatékkal élők, vannak közöttük látássérültként székben élő, ugyanúgy, mint ahogy a korosztályok közül is mindegyik képviselteti magát, a 20 évesektől egészen az 50 feletti korosztályig. Ez a sokszínűség teszi lehetővé, hogy szintén nagyon fontos üzenetet közvetítsenek, azt, hogy a tánc és a mozgás öröme mindenkié. Jelenleg repertoárjuk 25 percet ölel fel, amely tartalmaz szerb táncot, swinget, tangót, kortárs táncot és modern showtáncot is. Koreográfusuk Bayer Judit Nívódias táncművész,
aki járóként vállalta azt is, hogy ő maga beül a kerekesszékbe, és úgy tanítja a csapat többi tagjának a mozdulatokat, mert így legalább ő is tudatában van, és érzi is, hogy milyen a kerekesszékben táncolni. A csapat tavaly szeptemberben debütált Kápolnásnyéken, ezt követően október elején Erdélyben is bemutatkoztak nagy sikerrel. Azóta rendszeresen kapnak felkéréseket, és népszerűségük azóta is töretlen. Többször készült velük interjú a médiumokban, rádióban, televízióban, sok lenne talán felsorolni. De önök is figyelemmel kísérhetik a YouTube-on, illetve a Facebookon és a Paradance Company oldalán. A csapat által képviselt pozitív életszemléletre és vidám csapatmunkára, valamint a célkitűzéseik fontosságára mindenhol felhívják a figyelmet. Mert a kerekesszék nem csak közlekedési eszköz, hanem némi ügyességgel, gyakorlással sok látványos dolgot is lehet vele művelni. Persze igyekeznek gyarapítani is repertoárjuk hagyományos elemeit, a kortárs táncok, formációs táncok és showtáncok bemutatását is célul tűzték ki. Szeretnék elérni, hogy az emberek ne kizárólag a segédeszközt lássák a székeikben, és hogy végre leomolhasson a fal a kerekek és a lábak táncai között. Kérem, fogadják szeretettel a Paradance Company produkcióját. Lógyam, én már jöttem, mindenféle szerzett,
Az egyik jelző megsebzett, a másik örömet szerzett. Akármilyen nyelven értenek a szentek, valahogy a végén majd csak eltemetnek. Nem tartozom senkinek sem, vagy ha mégis elfelejtse, megkapja a túlvilágon, őrzi azt az ördög. Legyen vendég asztalomnál, legyen nála jó nagy kanál, édesanyám tanította, amit vele töltök. Amikor a banda ezt a kórot játsza, mosolyog az Isten, közénk áll egy táncra. Akármilyen nyelven beszélnek a szentek, lehet, hogy a Köszönöm a Paradance Company szerb kólóját, ezt a körtáncot. Gondolom, ugyanúgy, mint én, mások sem sűrűn látnak ilyen táncot. Nagyon különleges és nagyon mély hatást gyakorol az emberre. Most pedig folytatjuk a délután műsorát. A Piliszentivani tánccsoport ad elő egy táncot, és így fog ez menni egész este 7 óráig, amikor megjelenik a Schwabenkraft zenekar. Tehát egy táncot látunk a Szent Iváni tánccsoporttól, és egy táncot a Paradance Company-től. Thank you.
az ismerős Szent Iván és Váb néptánc és népzene után, amivel kapcsolatban Henriett arra kért, hogy ne is mondjak be semmi különlegességet, mert úgyis mindenki ismeri, és szívből együtt tud érezni a tánccsoporttal. Ezután a Paradance Company egy egészen másfajta táncot mutat be, egy argentin tangót. Fogadják szeretettel! Buenos Aires.
Pedig a Szent Iváni táncosok után a kerekesszékes táncosokat látjuk ismét. A Voka People zenéjére egy nagyon érdekes történetet fognak táncban bemutatni. What you're about to hear is pure human voice. No instruments, no sound effects. Pure live. The Voka People. Hallelujah! 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 Da-di-da-dum-di-dum, da-di-da-dum-di-dum, da-di-da-da-di-da-dum-dum. Half a mile from here, you see the monkeys run, and you watch them.
like Joe. Hit me, baby, one more time. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Everybody dance now. Hagyományos népi tánc után ismét egy modernebb tánc következik, egy swing.